hova, mennyire önkormányzatilag is. Az ősz közelettével egyre több a lehulló levél, amelynek elszállítása problémákba ütközik. Mondták többen a polgármesteri fórumon, amit Tolnán a Hősök terén rendeztek meg. Egy kötetlen beszélgetésre hívta Appelsoffer Ágnes Tolna polgármestere a lakókat, hogy közösen ötleteljenek arról, hogy a jövőben miken kellene változtatni a városban. Jöttek idősek, fiatalok mindenféle problémával, újdonságot nem mondtak. Tehát minden olyan dolog, ami felvetődött, erről tudomásunk volt. Arról nem feltétlenül, hogy ez ott helyben milyen problémát okoz, teszem azt az zöld hulladék elszállítása, tehát azt gondolom, hogy a szolgáltatóval majd egy kicsit leülünk és megnézzük, hogy hogy tudnánk, akár egymást segítve, hogy tudnánk ezt a problémát megoldani. Folyamatosan érkeztek a kérdések a 2 órás fórum alatt. Érezhető volt, hogy a város és a polgármester között élő kapcsolat van. Többen voltak azok, akik olyan problémákra tértek ki, amely ha nem is az egész város, de nagyobb területét érinti, tudtuk meg a polgármester asszonytól. Appelsoffer Ágnes azt mondta, minden olyan problémára megoldást keresnek, amiben ők az illetékesek. De most jöttek konkrét dolgokkal, úgyhogy én azt gondolom, hogy ami nem nagy anyagi teher, azt azonnal néhány héten belül meg tudjuk csinálni. Nyilván, ahol útépítésről vagy útfelújításról van szó, azt ott árajátat kell kérnünk, és meg kell néznünk, hogy a város költségvetésében mennyire fér ez bele. Több helyi panaszkodott zajos társaságokra, akik a Dunapartra vonulnak le. A polgármester azt mondta, hogy ha csendháborítást tapasztalnak, hívják a polgárőröket és a rendőröket, mert ők az illetékes szervek.